Így néz majd ki a sóstói négycsillagos szálloda. A tervek szerint az épület egy üvegfolyosóval kapcsolódik a parkfürdőhöz, az élményfürdőhöz és a gyógyászati központhoz. Ezért nem csak a pihenni, hanem a gyógyulni vágyókat is várják majd. A szálláshely 122 szobával, több mint 200 főt befogadó konferenciateremmel, mini wellness és fitness részleggel, valamint mélygarázssal is rendelkezik majd. Sóstón az elmúlt évek alatt olyan mértékben fejlődött a turizmus, hogy egy szálloda építése elengedhetetlenné vált, közölte a település polgármestere. Kovács Ferenc azt is hozzátette, az épület a város tulajdona lesz, viszont olyan szakmai üzemeltetőt keresnek, aki már rendelkezik külföldön vagy belföldön szállodalánccal. A beruházásra több milliárd forintos forrást biztosítanak. 3,1 milliárd forint az az összeg, amit a kormányzattól kapunk a Modern Városi Program keretében költségvetési támogatásként. Ennek előzménye a miniszterelnök úr a 2015. november 10-én aláírt megállapodás. Ehhez 900 millió forint önerőt biztosít a város, és korábban, azt hiszem, hogy 4 évvel ezelőtt ezt a telket vissza kellett vásárolnunk, az is közel 300 millió forint volt. Sóstón az építési területet május 2-án kedden vette át a kivitelező, az előkészítési munkálatok már el is kezdődtek. A szálloda épülete ezen a több mint 9000 négyzetméter alapterületen helyezkedik majd el. A tervek szerint 12 hónap alatt felépítik, azaz 2018 májusában már kész lesz a szálláshely. A turisták egy hónapos próbaidőszak után jövő év júniusában vehetik majd használatba.